szigorított ellenőrzés a határokon, a robbantót keresi a rendőrség. 3 éves álom vált valóra, megszólalhatott a gerlai harang. Földön, vízen, 2 keréken, triatlonverseny Békés Csabán. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. Szigorított ellenőrzést rendelt el az Országos Rendőrfőkapitányság vezetője a közúti határátkelő helyeken és valamennyi nemzetközi személyszállító vonaton, illetve a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren. A rendőrök robbanóanyagot és robbanószereket keresnek a szombati budapesti robbantás után. Az Országos Rendőrfőkapitány még vasárnap hajnalban tájékoztatta a sajtót arról, hogy szolgálatukat teljesítő, hivatalos személyként eljáró rendőrök sérelmére követtek el robbantásos bűncselekményt. A gyulai határátkelő helyen is fokozottan ellenőrzik a gépjárműveket, a csomagtartókat, de az alvázakat is átvizsgálják, ami az átkelő teherautóforgalomban okozott némi fennakadást hétfőn napközben. Őrizetbe vettek egy békéscsabai kábítószerkereskedőt a karcagi rendőrök. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei rendőrfőkapitányság Tisza mélységi ellenőrzési és közterületi támogató osztályának munkatársai fogták el a kábítószerkereskedelemmel gyanúsítható férfit, valamint egy kábítószer birtoklással gyanúsítható nőt. A rendőrök a gyanúsítottak békéscsabai otthonában különböző kábítószer gyanús anyagot és kábítószer árusításához használatos eszközöket, valamint több tő marihuánát találtak és foglaltak le. A nyomozók A. Attilát és társát G. Olgát gyanúsítottként hallgatták ki, őrizetbe vették őket és kezdeményezték előzetes letartóztatásukat. Az Életfa Idősek Otthona fenntartóváltásáról és a hajléktalan szállóról is beszélt a Demokratikus Koalíció képviselője közgyűlés utáni tájékoztatóján. Kapusi László szerint fontos lenne minél hamarabb pályázni és megfelelő körülményeket teremteni a rászorulóknak. A DK politikusa szerint a közgyűlésen hallott beszámolók hülyen tükrözik az intézményekben elvégzett munkát. Az ülésen arról is döntöttek, hogy újra az önkormányzat lesz az Életfa Idősek Otthona fenntartója, amit a Demokratikus Koalíció képviselője nem támogatott. A munka jól folyik, a dolgozókkal nincsen probléma, de hát nyilván ez azért kell a háttér, a feltételek megteremtése is, ami ugye az üzemeltetőnek a feladata. Tehát én most ebben az esetben nem láttam szükségesnek itt a váltást, tehát én ezt nem szavaztam most meg. A képviselőtestületi ülésen a hajléktalanokat érintő problémák is napirendre kerültek. Kapusi László hangsúlyozta, a jelenlegi szálló évről évre nehezen kapja meg a működési engedélyt, így a korábbi sikertelen pályázatok után méltó körülményeket kellene teremteni a rászorulóknak. A Modern Városok programjába próbáljuk ezt valahogy betetetni, és ezen belül pályázni a hajléktalan ellátásnak a megoldását. Én úgy gondolom, hogy ez a városnak egy nagyon fontos, egy városnak egy szégyenfoltja, ami mindenkinek kell, hogy érdeke legyen, hogy ezt megoldjuk. És a modern városokba az is belefér, hogy egy modern hajléktalan szállás és ellátás legyen a városban. A munkahelyteremtési programmal kapcsolatos módosítási javaslatra is nemmel szavazott a DK képviselője. Kapusi László azzal sem értett egyet, hogy a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság kivette az előterjesztésből a munkabér fejlesztésére szóló támogatási lehetőséget. A munkaadók gyakran arra panaszkodnak, hogy nem megfelelő az iskolapadból kikerülők tudása. Ezen változtat az a rugalmas informatikus képzés, amelyet Orosházán a Kodolányi János Főiskola kínál majd. Az ötletet a Délbékés Jövőjéért Szövetség dolgozta ki, egyrészt azért, hogy képzést biztosítsanak a térségben élőknek, másrészt azért, hogy megfelelő szakembereket vehessenek fel a cégek. Új felsőoktatási modell dolgoz ki a Kodolányi János Főiskola Orosházán. Simonka György, a Délbékés Jövőjéért Szövetség elnöke, országgyűlési képviselő úgy fogalmazott, a Kalendula terv nevű térségfejlesztési koncepció egyik fontos eleme, hogy az informatikai szektort erősítsék Délbékésben. Nagyjából 60 ezer ember hiányzik éppen a szoftverfejlesztő iparágban ma Magyarországon. Mi szeretnénk egy olyan rendszert kialakítani, egy olyan innovációs parkot kialakítani, ahol a főiskola, bízunk benne nem soká egyetem, évente több száz fiatal embernek fog tudni diplomát adni, és a több száz fiatal ember itt Békés megyébe találja meg a boldogulást. Ezért a vállalkozók számára, a cégekre, a szoftverfejlesztőknek azt üzenjük, hogy jöjjenek, várjuk őket. A székhelyét Orosházára áthelyező Kodolányi János főiskolán hamarosan
előkészítő tanfolyam, februártól pedig alkalmazott informatikát oktató tanszék indul. A főiskola folyamatosan kapcsolatot tart majd a cégekkel, hogy tudják, milyen szakemberre van szükségük. Ezzel nem csak a munkaadóknak segítenek, hanem a hallgatóknak is, akiknek azonnal lesz munkahelyük. Úgy próbálunk dolgozni, hogy tényleg a cégek bevonásával, a cégeknek a tudásanyagát felhasználva, a cégek oktatási tapasztalatát, hiszen nem kevés cég saját maga kellett, hogy oktassa a hozzáérkező munkaerőt, hiszen tovább kellett képezze, mert ahogy kijöttek a felsőoktatásból, vagy akár bármelyik képzési rendszerből, az úgy számukra nem volt megfelelő. A képzésre olyanok is jelentkezhetnek, akik már dolgoznak, vagy korábban felhagytak a tanulmányaikkal, mert például nem azt tanulták, amit szerettek volna. Ha ilyen képzéseket tudunk létrehozni, akkor garantált az, hogy az itt végzősök azok azonnal értéket tudnak teremteni, és valójában el is tudnak helyezkedni, és nem fogják elhagyni a felsőoktatási intézményt, mert ez is egy nagy probléma, hogy 30-40%-ra tehető az az arány, ami azt mutatja, hogy az induló létszámból hányan kapnak a harmadik év, vagy pedig a hatodik fél év végére diplomát. A Dél-Békés IT konzorciumot pénteken írta alá az Elektronikai Vállalkozások Szövetsége, az Orosházi Önkormányzat, a Dél-Békés Jövőért Szövetség, a Kodolányi János Főiskola és a PC Trade Kft. A tolvajok ellen hirdetett hadjáratot a Békés megyei rendőrfőkapitányság. A rendőrök arról tájékoztatták az érdeklődőket, hogyan óvhatják meg a kerékpárjaikat, illetve az otthonukat. A Bike Safe és a Házhoz Megyünk program egyre népszerűbb a megyében. Mentsd meg a bringádat, hirdette a tábla, és hirdették a rendőrök Békés Csabán a piac mellett. Az egyenruhások azért telepedtek ki, hogy minél több kerékpárost regisztrálhassanak a Bike Safe programba. Magunk is bejelentkezhetünk az interneten, ehhez meg kell adni a bicikli típusát, méretét, alvásszámát. Kerékpárról készítünk fényképfelvételeket, tulajdonosnak rögzítjük az adatait, majd ezek bekerülnek az adatbázisba, amiben a rendőrség sok adatot ki tud nyerni, tehát nem csak azt egy feljelentésnél, hogy kerékpárunk piros színű volt, vagy volt rajta esetleg csomagtartó, vagy nem volt rajta, hanem minden adat meglesz, ami szükséges a megtaláláshoz. Az sem mindegy, milyen alakat. A pár száz forintos zárat könnyű feltörni, míg a jobb zárral sokszor nem is próbálkoznak a tolvajok. Nem csak a biciklikre, hanem a lakásunkra is figyelni kell. A Házhoz Megyünk programmal második éve figyelmeztetik a lakosságot a tolvajok módszereire. Ez pedig a trükkös elkövetők, akik azért leginkább az idősebb korosztályt célozzák meg, de azért jellemzően fiatalokat is mondjuk megkárosítanak, amikor egy kedves, megnyerő beszélgetéssel mondjuk elterelik a figyelmet, és akkor valamilyen értéktárgyat elloknak, akár készpénzt, ékszereket a lakásból. A tolvajok sokszor nem okoznak nagy anyagi kárt, de az emberek biztonságérzetét befolyásolják, ezért kellemetlenek az ilyen esetek. Két évvel ezelőtt vízi úton, majd Hintón érkezett a kertvárosba a gerlaiak harangja, azonban csak idén sikerült forrást találni arra, hogy egy haranglábat is állítsanak hozzá. Ezt szombaton adták át, így végre méltó helyén szólalhatott meg a harang. A történet 3 éve kezdődött, amikor Sós Imre, az Árt Unió Alapítvány kuratóriumi elnöke az akkori önkormányzati képviselőtől, Zelnyászki Pétertől értesült arról, hogy Gerlán nagy az igény egy harangra és haranglábra. És úgy döntöttem, hogy amennyiben lesz valamilyen pályázati lehetőség, akkor megpróbálunk pályázni, hogy itt azért valósuljon meg ez a közösségnek az álma. És 2013-ban már be is adtunk egy pályázatot a Nemzeti Együttműködési Alaphoz, és ezt sikeresen bírálták el, amiből egy 55 kilós bronz harangot tudtunk öntetni az ország egyik legkiválóbb szakemberével, a Gombos Miklóssal Őrbottyánba. Az alapítvány az Erge Egyesülettel közösen jutott el a harangot Gerlára, Szerényről indultak el vízi úton, motorcsónakkal és evezve jutottak el a Dobozi hídig. Onnan Hintón vitték a harangot a 2014-es gerlai falunapra. A harangláb felállításához azonban újabb forrást kellett találni. Nekem ebben csupán csak annyi feladatom volt, hogy forrás megszerezzem rá. Lobbiznom kellett ugye nagyon sok helyen, aztán a képviselőtársaim is beleszálltak ebben, ki milyen mennyi összeggel, mennyit tudott rászánni. Békés Csaba önkormányzatának és a képviselőknek köszönhetően összegyűlt a pénz, elkészülhetett a harangláb. Szarvas Péter polgármester arra emlékeztetett, hogy a 13. század környékén volt Gerlán egy monostor, és annak tornyában állt egy harag. Az, hogy most Gerlán, az itt élő közösség fontosnak tartotta, hogy egy haranglábat állítsanak, és harang szó legyen Gerla főterén,
Ez annak a kifejezése, hogy ez az alkotó és összetartó közösség terveket sző, szeretné a mindennapjait szebbé tenni, és egy ilyen haranglábbal ünnepélyesebbé tudják varázsolni a hétköznapokat vagy az ünnepnapokat. A lábat Szelekaszki László készítette el. Az ünnepségen felszentelték az otthonába került harangot, amely a bölcsőtől a sírig kísérheti utunkat. Áld meg, Urunk, és szenteld meg, Urunk, Istenünk, ezt a harangot az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Elsőként Lidáné Erzsébet az egyik ötletgazda, valamint Szarvas Péter és Sós Imre álltak be harangozónak, ők szólaltatták meg a gellaiak harangját. Élményszínház, divat bemutató, hangszermustra, tánc, interaktív fotószínház, mindez csak néhány elem abból a gazdag választékból, amellyel a művészeti iskolák mutatkoztak be Békés Csabán. A megyeszékhely evangélikus művészeti szakközépiskolája már második alkalommal tartotta meg a Villafest elnevezésű összművészeti fesztivált, amelynek fő célja, hogy a pályaválasztás előtti 7-es, 8-os fiatalok megismerkedjenek a művészeti szakképzés világával. Nagymami lekvárja. És akkor a logót is megcsináljuk hozzá, megtanulunk betűvel. Az alkalmazott grafikus munkájába is bepillanthattak az érdeklődők, de számos más művészeti ág is képviseltette magát a fesztiválon. A képzőművészet többféle formája mellett a divattervezés, de a tánc és zene is bemutatkozott a Tagányi villában és annak udvarán. A kerti partik hangulatát idéző találkozón nem csak az ételekbe, italokba, de egy másik alkotói formába is belekóstolhattak a résztvevők. Ezeket a nagyméretű portékat például többen együtt festették meg. Én grafikus szakon vagyok, és nem a festés a fő terem, úgyhogy nem nagyon szoktam annyira festeni, de szeretek. Az első ilyen fesztivált 2011-ben tartották. A rendezvény fő célja, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatalok megismerjék a művészeti képzési lehetőségeket. Ha egy gyerek megtalálja azt, ami belülről fakadóan az övé, tehát ha ez egy alkotás, egy grafikai munka, egy textiles munka, egy festő munka, akkor itt a helye. Máshol nem fogja tudni kibontakoztatni, tehát azokat a gyerekeket várjuk, akik szeretnek alkotni, létrehozni valamit, és ennek a folyamatába benne lenni. A szervezők szándéka szerint a fesztivál folytatására nem kell sokat várni. Jövőre szeretnék megtartani a következőt. Békés Csabára érkezett Krasznahorkai László. A tavaly nemzetközi Man Booker díjjal elismert Kossuth díjas íróval Elek Tibor beszélgetett legújabb könyvéről a Vigadóban. A Báró Wenckheim hazatér című kötetet Krasznahorkai László egész életművét összegző regényként emlegetik. Legújabb könyve a Báró Wenckheim hazatér című kötet bemutatójára érkezett Békés Csabára Krasznahorkai László. A Jókai Színház és a Körös Irodalmi Társaság rendezvényén az írót Elek Tibor mutatta be. Ahogy azt mondta, hogy László először szerepel Békés Csabán könyvbemutatóként, egy olyan világhírű író jött el közénk bemutatni az ő regényét, aki most is szerepel a Nobel-díjra jelöltek között, és aki néhány évvel ezelőtt a többek által alternatív Nobel-díjat itt emelhetett nemzetközi Man Booker díjat is elnyerte mások pedig más díja mellett. Wenckheim Báróval a gyulai születésű Krasznahorkai is hazatért. A Magvető kiadó gondozásában megjelent új kötetét az év irodalmi szenzációjaként emlegetik. A környékünkön ismert gróf Wenckheim család egyetlen tagjával sem azonos a regénybeli Báró, akinek élete Marikával való kapcsolata körül forog. Annyit róla, hogy egy gyerekkori szerelme határozza meg az életét. Egy olyan gyerekkori szerelme, amely igazából egyetlen csomóban koncentrálódott, amelyet a regény helyszínű szolgáló kisváros, a meg nem nevezett kisváros, Kaszinó nevű presszójának erkélyén kapott. A regénybeli Wenckheim fiatalon Argentínába költözik, majd idősebb korában kalandos úton jut haza, ahol úgy tekintenek rá, mint egy messiásra. A Báró Wenckheim hazatér című kötetet Krasznahorkai László egész életművét összegző regényként emlegetik.
A reformáció 500. évfordulójának tiszteletére 2017-ben a Magyar Nemzeti Levéltár több fórumon is igyekszik bemutatni, hogy hazánkban hogyan jelentek meg a protestáns eszmék, milyen hatásokkal bírtak, hogyan befolyásolták az egyének, közösségek életét. A Békés megyei levéltár ennek jegyében rendezte meg az emlékév küszöbén idei konferenciáját. Az előadások túlnyomó része a protestantizmus Békés megyei mozzanatait mutatta be. Szó volt Hán Lajos és Szeberényi Gusztáv ellentmondásos kapcsolatáról is. Mint kiderült, a két békés csabai lelkész még a közösség érdekében remekül együttműködött, azon túl nem igazán kedvelték egymást. Van egy nagyon jó forrás, Hán Lajosnak a naplója, aki 40 éven keresztül vezette életének az eseményeit, és szinte minden második, harmadik lapon előbukkan Szeberényi Gusztáv neve, és hát nem túl hízelgő kontextusban rengeteg dolog miatt úgymond meg volt sértődve rá, sokszor jókkal, máskor talán nem annyira, ezt nem a történész dolga megítélni. Békés megye a 18. században az erősen protestáns vallású területek közé tartozott, hangzott el a konferencián. Éppen ezért volt szükség két vezető lelkészre Békés Csabán. A 18. században az elnéptelenedett területen a földbirtokosok szerettek volna mihamarabb adózó jobbágyokat látni, és amikor a telepítési felhívásokat kiadták, nagy vonzerő volt, hogy itt a protestánsok a maguk vallását szabadon gyakorolhatták. Ez az az időszak, amikor más területeken az érvényes rendeletek, az úgynevezett Karolina rezolúció erősen korlátozta a protestáns vallás gyakorlatot. Így kerültek Szarvasra, a Békés Csabára, Mezőberényre, evangélikusok, a Sárétre, reformátusok. Időközben Békés megye határai, ezzel együtt a protestánsok száma is változott, de napjainkban még mindig meghatározó többségben van jelen a felekezet, tette hozzá Erdész Ádám. Nem sikerült a hazai bemutatkozás a csabai kézislányoknak. Skalicki László csapata sokáig tartotta a lépést az MTK-val, azonban a hajrában a vendégfővárosiak voltak koncentráltabbak, így elvitték a két bajnoki pontot a városi sportcsarnokból. Ez volt az első csabai gól az idényben, amit hazai pályán szereztek a lilafehérek. Az MTK vette a kezébe az irányítást, de a hazaiak Glusica és Kovácsevics találataival folyamatosan meccsben voltak. Ráadásul a félidő közepén fordítottak és 12-11-es vezetéssel vonultak szünetre. A fordulás után a vendégek feljavuló támadó játékkal jelentkeztek, azonban a Csaba a 45. percig és 19-18-ig tartotta előnyét. A kékfehérek ekkor új lendületet vettek, amellett, hogy egy 5-1-es sorozatot produkáltak, a hazaiak is többet hibáztak. A hajrában még visszajöttek a lilák egy gólra, de az MTK pontosabb volt a befejezéseknél és 27-25-ös győzelmet aratott. A védekezésben is elég sok hibát vétettünk, de tényleg ez a lerohanás góljuk ott, az demoralizálja az ellenfelet, és ez lehet, hogy rányomta a bélyegét már az első fél időben, de a másodikban meg szépen feljöttünk, ott egyszerűen csak egy ilyen fejetlenség volt, tehát nem azt csináljuk, amit megbeszéljük. A Békés Csabai együttes a felkészülési mérkőzésekhez hasonlóan a találkozó utolsó harmadában maradt alul a hosszabb cseresorral játszó MTK-val szemben. Az lehetett látni, hogy el is fáradtunk, meg azt gondolom, hogy a ellenfél kapusával szemben nagyon rossz helyre lőttünk. Sokszor szerencsénk sem volt, mert kapufákról, bár ugye tudjuk, hogy a kapufa éle mindig igazságos, tehát hogy hova megy. Tehát azt hiszem, hogy végülis az MTK megérdemelten győzött, jobban bennük volt azokban az emberekben a gól, ami nálunk nem volt meg. A csabai lányok ezen a héten két mérkőzésen is javíthatnak. Szerdán Dunaújvárosban, vasárnap Budaörsön lépnek pályára. Negyedik alkalommal rendeztek triatlon Békés Csabán. A versenyen három kategóriában összesen 50 sportoló indult az Árpád Gyógyi strandfürdő elől. Némelyik sportoló komoly szurkológárdával, mások a csapattársaikkal érkeztek a csabai Árpád fürdőbe, a strand nyári szezonjának utolsó napján rendezett triatlon versenyére. A megmérettetésen Kiki a saját maga által választott távban indulhatott. Először úsznak, utána kerékpároznak és futni fognak a versenyzők. Egyéniben és csapatban lehetett nevezni, közel 50 fő állt ma rajthoz, három különböző távon. Van hosszabb táva gyakorlottabb versenyzőknek, de van egész rövid sprinttáv is azok számára, akik most barátkoznak ezzel a sportággal, és vannak váltó csapatok is, ahol mindenki egy-egy saját sportágának megfelelő versenyszámban vesz részt, és így többen összeállva egy csapatot, alkotot tudják teljesíteni a kitűzött célt. A szervezőknek is köszönhetően Békés Csabán intenzív triatlonos élet zajlik.
többen rendszeresen úsznak, kerékpároznak, futnak és indulnak el közép- vagy hosszú távú versenyeken. Jó kerékpározás, hajrá, hajrá mindenkinek! A legtöbb verseny tőlünk nagy távolságra zajlik, azonban most helyben próbálhatták ki magukat a sportolók. Az Árpád Gyógy és Strandfürdőben egyébként szeptember 26-ától az őszi-téli átállás munkáit végzik, a tervek szerint október 8-án nyitnak ki újra. Ez volt már a híradó. További híreinket és videóinkat a behír.hu internetes oldalon találják meg. Köszönöm figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!